10:52 Budapest, Váci utca 15. Vagy e-mailen újsportág@tvnet.hu. Hölgyeim és uraim, következő vendégem egy igazi mágus, nagy játékos, amolyan morcos gyermek. Saját bevallása szerint azért lett költő, mert embernek nem vált be. Fogadják szeretettel Gyurkovics Tibort. Nem tudod letagadni azért komédiás énedet, ahogy te itt bejöttél? Hát az ügynök halála. Na ez az, parancsolj! Kérem szépen. Foglalj helyet, mi nálunk. Igen, és azt mondják, hogy melyikbe? Ide a legközelebbben. Legközvetlen. És műanyag szőlő? Nem, csak ma már ezek a szőlők. Nem, semmi sem műanyag, mivel kínálhatunk. Hát akkor nem. Valami tálak kellene. Itt van, parancsolj, ez a kis tál van. Ebbe köpünk. Bocsánat. Abba köpünk. Hát... Ja, lekerülünk. Kéne egy tányér. Nem, lesz ilyen bort, nem, vagy bort tudsz adni. Itt van két pohár, de bort nem... Várjál? De én hoztam, Hoztál? Várjál, ide valamit bekészítettek. Hát az én hoztam neked. Véletlenül van itt két pohár is. Igen, nézd. Ez egy törlőrongy. Ez hát nagyon jó. Ez egy úgynevezett darástörülköző. Igen, azt tulajdonképpen egy kínai poharat is hoztam neked, azt a Csilla már összetörte. De most akkor az mégis megvan, vagy a másik tört össze? A másik tört össze, azt most ragaszgatják, és öngyilkos lett a lány. Gyakorlatilag Gyurkovics Tibor egy perce van itt, és már egy komplett fókusz. Tehát néhányan meghaltak, a rejtélyes kínai finja összetört. Na, abból nem innék, ne haragudj, tehát nem, tehát... De, Tibor, kérlek, én is járok urológiára, tehát nem, szóval azt, ne haragudj, nem cserélted össze itt a dolgokat? Nézd meg, szagold bele! Na, milyen? Mézes pálinka! Hát a gamma GT értéked az több ezer, na, tehát na, az... Most lögd be oda. Egy picit. Figyelj, egy picit, hát nézd meg, lett benne nő? Nő? Hát persze. Van benne nő? Van. Hát akkor mit akarsz? Hát azáltal, hogy a pálinka belekerül a nőnek a testébe, megvilágosodik. Vagy valami egyéb kerül bele. Mostanában az a divat, ugye, aki dohányzik, az beperli a dohánygyárat, és a múltkor mondta valaki, hogy azért a sok nőért, akit megdörentettem, beperelem a sörgyáramat. Egy csopaki mézes pálinka, ott gyártják. Nagyon szép. Na, ugye egy fahéj feliratú dobozban. Igen, mert nincs, mert a nem volt otthon a felesége. Kérlek tisztelettel, egy békemézest. Jó van. Egy nő, akkor közös nem, nők nem. Van. Hát kérlek szépen, 31, ugye 74 körül. Mi az Istennek jössz, hát ilyenek. Na várjál, akkor nem jövök. De hát ez egy óriási trambulin lett volna. No, hova? Na mindegy, azért a 7. X-en túl vagy, kiadtál 70 könyvet, túléltél egy infarktus, elfogyasztottál 2 feleséget, most tartasz a harmadiknál, van 5 lányod, 17 unokád, legutóbb a Duna TV-ben találkoztunk a Lyukasóra felvételén, a rádióban van a Gyurkovics Szalon című műsorod, hogy csinálod mindezt? Hát te még többet dolgozol. Hát igen, nem, ennyi mindent nem. Szoláriumban. Nem járok szoláriumban, hát ez kikérem magamnak, hát nem járok szoláriumban. Egyáltalán nem járok, hát süt a nap, kint ültem. Napi 2 óra szolár. 2 óra szolár. Viszontag úgy találkoztam időben ezelőtt 19 esztendővel egy fiatal teremtéssel, aki engem életben tart, mert fantázia van benne, tehetséges, szép. Neked van ilyened? Van. Nem. Hát na jó, akkor ne részleteszük, nem akarsz valami... És nő. Nem. Hát a mai világban, you never know, hát tudod, jönnek elő a különböző listák, te a piaristákhoz jártál, ugye bár. Igen. Megtartottad de hitedet? Szent Pál azt mondja, hogy hitemet megtartottam, a futást megfutottam. Erre próbált, ez egy kis irodalmi toposz volt, amit én próbáltam így elhelyezni egy vendégszöveg formájában. Hát mi el tudunk társalogni, jó van. Kérem szépen, Szent Pál nem a legrosszabb szerző, nem annyira kedves. Zárójelbe, Tibor, az hogy lehet, hogy a 100 legjobb könyvben nincs benne a Biblia?
Mert nem regény. Látod? Hát de nagyon sok regényes elem van. De az van csak, hogy miért, ja? Na jó, hát. Regény, ez így hangzik a dolog, hogy regénynek kell lenni? Ne izgass magad. Jó, köszönöm. Köszönöm. Most néztem az élőket, hogy kik vannak benne. Lesz így mi fönt, vagy találkozunk, vagy hogy gondolod ezt a kérdést? Hát ez egy elég kellemetlen kérdés. Igen. Nekem az egész életem halál félelemben telt. Én azért lettem költő, mert embernek nem váltam be. És skrupulósaim voltak. Fiatal voltam, kamasz, és hát a nők vagy a lányok... Mindig így kivillantak, így ilyen lábak, combok, minden, kamasz voltam, és én mentem ezt mindig meggyónni. És akkor mondom, hogy paráználkodtam, hazudtam, loptam, csaltam, minden. Jó, de megbántad? Dehogy bántam. Hát sőt, azt mondja, és még mi volt? Mondom, Charles Baudelaire-t olvasok. Eredetibe olvastad, azt mondom, dehogy Tóth Árpát, akkor nem érdekel. De ott laksz a lányomék mellett egyébként, leányfalu. Na milyen? Igen. Ez a legjobb. Be is jöttek. Júj, hagytak cédulát. Na? A feleséged volt valami bar, a Szakonyi néval. A volt feleséged. És hagytak cédulát, hogy imádjuk Sándor. Igen. Ott leszel, ez szimbolikusan. Köszönjük, elnézést. Na jól van, hát csak nem válaszolsz melyik? Nekem. Mondjad. A végső kérdésre. Ja, hogy hát mi lesz velünk? Mi lesz velünk? Igen. A Hernádi minden reggel fölhív, úgy 9 és 10 között, és ezzel kezdi. Mi van? Na jó. Azt, ha meghalunk, tudod? Te azt nem tudnád elintézni, hogy ebbe az időszakban valaki őt hívja föl. Hogy... Legutóbb a Duna TV-ben találkoztunk, de előtte találkoztunk, kérlek szépen, Csopakon, ezen a bizonyos borfesztiválon, ahol maga a köztársasági elnök úr is részt vett, akivel te egy kisebb fajta összetűzésbe kerültél, hát no nem vészes mértékben. Igen, és? Hogyan zajlott ez a... Hát semmi, ott ült szerencsétlen ember, hát ott ül. Hát mindig úgy oda teszik, tudod? De volt és... valami, hogy ő udvarolt neked egy korábbi feleségednek, vagy... Hát annyi feleség, szóval, hogy... Az az igazság, hogy ő Veszprémbe járta a második feleségem gimnazistokban, és ott volt Bándon egy ilyen táncmulatság, és a Ferivel táncolt, tudod? A Feri akkor még szép, ma most is szép, hát látod. És valahogy úgy él a nejembe, akkor... Azért te gonosz vagy egy kicsit. Én nem. A gyerekek, hát a Ferinél jobban kevés embert szeretek. Táncoltak, és a Ferenc, ugye hát fiatal ember volt, talán 20 éves, nejem 17, és ott udvarolgatott, tudod? Lehet... hogy ezen siklott ki az én második házas. Mert nem tudod szabadulni a nejemtől az emlék. Meséltem ott, hát ott voltál, és akkor ennek a Ferinek, ez egy édes ember egyébként, elerett az orravére. Hát ez is gyanús. Ami igazadat erősíti. Hát nem, hát ugye tamponokkal jöttek, és ott ült, hát szegény, hát annyira most is elnézés és bocsánatot kérek tőle. Nem, de ezt a traumát úgy látszik, ő sem tudta. Hát nem tudta, hát nyilván. Ilyen bűntudattal nyilván. Élni, hogy egy megront egy költő feleséget utólag. Mikor volt az infarktusod? Az most már lehet mondani, hogy túlélted. Hát tessék, azért mindent visszaad, figyelitek. Nem! Ne! Azt mondja, mikor tört el a két kezednek?
Mikor az is volt, volt dupla csuklótörésed is, tessék. Hát mikor az... ezek a kérdései, operálták a lábadat? Aha. És azt mondja, hány te, 31-ben vagy te, hát 2500 éves vagy már? Hát, hát nem én jelentkeztem be, hogy egy öreg faszit itt fogadjál. Azt meséld el tisztelettel, amikor tavaly talán, vagy tavaly előtt húsvétkor mentetek Hernádival valami író-olvasó találkozóra. Megint a Hernádi, hát nem olyan van. Hát propagálni akarja ezt az öreg ember. Hát hívd be, azt majd meglátod, hogy tudsz-e belőle humort kicsikon. De mi történt, amikor mentetek az író-olvasó találkozóra? Mentünk volna, letekertem az autót, egyáltalán nem tud vezetni, nem tud nézni, nem tud lépni. Hát nem tud írni, nem tud olvasni. Néztünk, hogy merre kell, erre, és ahogy elmegyünk, utánunk szólnak, mert a fölismerés fontos, azelőtt fölismertek a rendőrök, elengedtek, stb. Mind ahogy téged mostanság, mint fiatal ember, te ivott, mehet tovább. Kész. És akkor oda szól az egyik a másiknak, két nyugdíjas színész. Még mindig jobb, mint mikor felfedeztek engem. Az volt a kellemetlen. Na, az hogy amikor eset... rögtön felfedeztek. A Sanyika, így szólítottuk, így akkor Vörös Sándort, aki csodalény volt, ilyen pilinszka ember, mint egy macska úgy üdögét ott feküdt, nem is tudta, mozog-e. Mindig így, így meglöktem, hogy Sanyika, itt vagyunk. Jó. És ilyen vékony hangon beszél, tényleg. Igaz? Na, hát emlékszel. Jó, mit akarsz? Az édes volt, ahogy Vörös Sándortól ezerszer megkérdezték, hogy hogy születik a vers. Na? Én nem tudom. Egyszer csak jön valami dallam, ugye? Megkérdezték például, hogy ezeket a gyerekverseket, tehát ti is ezeken nőttetek föl az óvodába. Azt mondja, és hát gyereke nem volt, és akkor kérdezték, hát és akkor Sándor bács is szereti a gyerekeket. Nagyon utálom. Akkor te dolgoztál, mint gyógypedagógus, vagy akkor már a Sárgaházban dolgoztál? Na jó, hát nem, ez a te urológusod, nem, semmi ilyesmi nem volt, csak akartam tudni, hogy akkor... Te akkor végeztél, ugye nem olyan... Végeztem magam. Az egyetemen, nem magaddal. Na most kérlek szépen... Hívom a Hernádit. Na jó, be fog telefonálni. Be fog telefonálni. Kérlek szépen, és akkor végül is... Azért az isteni lehet, hogy fél tízkor csöng a telefon, az a meghaló. De minden reggel! Hát tudod, hogy elmegy az élet, kedvem? Hát úgy... Hogy te már egész jól bepörgetnéd magad, és igen. Akkor adj Gyula vissza. Ez itt van. Így indít. És akkor mondja, hogy mondom, hát versek. Azt mondja, jó, mondjon egyet. Telefonba. Költő. Érted, csurgott a hátamon, hogy hívják, mindenütt. És mondom, hogy... Feleségemnek arca van, meg keze is, meg lába is, mindez valóság, jól tudom, de látszat is, van szeme is, mert néz vele, meg lát vele, meg fog vele, testi valóság kényszere, ez az ő bűvös ereje. Újjongok, hogy hát ennyi van, ez ő maga, szeretnivaló teste van, meg hajlama. Fölhajt az éj, így engem is, mint a vadat, találkozunk az éj fölött, csak hús alatt. Hallgatta, látta, hogy ugye azért ez nem teljesen normális. Azt mondja, jó, jöhet, na így lett. Megyek, kettő körül mentem, mert kettőig aludt, éjjel dolgozott, mint macska, és akkor ottan összehozta. És kinyitja azt a kukucskát, az ami a feleség, az valahol benn volt, és kinéz, azt mondja, jóva, hoztad? Mondom, igen, hát mutattam a verseket. Nem eszte marha, a bort. Ennél kínosabb helyzetem volt az íjéssel. Bementem botladozva, próbáltam mutatni a kötete, itt vagyok. Ő pedig egy 3 méteres íróasztal mögött így ezzel a elborult nagy homlokkal írt, tudod? Hú, ha mondom itt, ojjjj. A lényeges az, hogy végül is leültet, és azt mondja a Flórának, hogy
te hozzon már a Tibornak egy kávét. Hát akarsz kávét? Hát dehogy akartam, én semmit nem akartam. Egyrészt ilyesmi volt, csak bőrből. Na most leültettek erre a bőrfüggönyre. Tudod, mit kérdezett? Jól ülsz? Hát gerincre fektetett rögtön. Azt mondja, hogy te grafit címet adsz a verses kötetednek. Mi ez? Hát miért nem azt, hogy akkor a Váci volt a kedvence, hogy a szívem a vörös a kostalán. Váci Mihály volt a kedvenc? Igen. Hát erre szoktuk mondani, hogy Vaszlavi gazember azelőtt Boney M. rajongó volt. Na jó. Behoztam most a Flóra, aki ugye egy szelid... Aki egyébként a te főnököd volt már akkor egyébként. Előtte, de onnan már engem kidobtak. Ja, onnan már kidobtak. Kidobtak, de korra? Hoztak is darálót, ami ilyen vidéki, biztos ismeritek. Ilyen hosszú réz. Réz. Henger, hát, szerű is. Rézben is ekkora az átétele, igen. Tudod? Na most az hozta, azt mondja, hát add oda, majd megdarálja. Na most fekve darálni nem lehet. Na most... Hát beszartam. Igen. Beszartam rögtön. Hát az erőlködéstől. És itt feküdtem előtte. Hát így elindulni a költői pályán, hát gyere. Hát én, aki a világ legjobb verse, jobb verseket írtam, mint ő, hát persze. Hát köszönöm szépen, így és képünket Gyurkovics Tibor gazdagította. Nagyon köszönjük, Tibor, hogy vendégül láthattunk. Gyurkovics Tibor. És azonnal következik a Schröder Klub. Gyurkovics Tibor.